Van már gáz a Szabadkát-Palicssal összekötő kerülőút mentén is. Viszont vannak olyanok is, akik az ilyen és hasonló avatókon, meg eseményeken megfeledkeznek a közelben lévő kamerákról. Magyarán a Szubotica gáz igazgatója Dragán Bozsirnovics egyik segédje, meg a Szabadka önkormányzat sajtósa jelenlétében arról mesélt az új polgármesternek, hogy a közelmúltban egy a mostanihoz hasonló eseményen Szabadka most már volt polgármesterének nem volt mersze megnyitni a gázcsapot. Az eddigi a nyugati körgyűrű nem volt elegendő ahhoz, hogy Palics szükségleteit is kielégítse, nekünk a turisztikai részbe is el kell ütetni a gázt az esetleges új befektetők miatt. Teljesen lefőttük Palics körül a lehetőségeket. Egyenlőre most ezen a gázvezetéken a Szentkút körül van egy 4 fogyasztónk, és még 4-en jelentkeztek. A korábban lefektetett 2 kilométeres vezeték folytatásaként most képített 8 kilométeres gázvezeték 15 millió dinárba került, amit a Szabadkai Gázművek kommunális közvállalat finanszírozott. Ezen a vezetéken naponta 30 000 köbméter gáz tudnak szállítani 3 báros nyomás alatt.